December 18-án a Tiszavasvári elleni győztes meccsel zárta az őszi szezont a Nyíregyházi KC. A játékosok a pihenőt követően hétfőn kezdték el az edzéseket, az első héten vegyes felkészülés szerepel a programban. Az erő, a gyorsaság és az állóképesség fejlesztése mellett azért a taktikai és a technikai elemek súlykolására is fordít időt a Grandjean Gábor Bécsi János edzőpáros. A bajnokság első felében 13 mérkőzésen, 9 győzelemmel és 4 vereséggel 18 pontot szerzett az elmúlt nyáron átalakított együttes, és a cél az, hogy a jelenlegi harmadik helyét a szezon végéig megőrizze az NKC. Ezzel az elért harmadik helyel mindenképpen elégedettek lehetünk, hiszen a közvetlen riválisok, a Kecskemét, illetve a Békés, akik 3 ponttal mögöttünk vannak, azok a tavasszal itthon fogjuk őket fogadni, úgyhogy én pozitívan látom, én azt gondolom, hogy a csapat sok mindenben előrelépett. Vannak hiányosságok és vannak még olyan részek, amiket jó lenne még itt a felkészülés időszak alatt majd egy kicsit pótolni. Gondolok itt a felátfédelem elé támadó taktikánkra, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton járunk, és bízom benne, hogy ezt a harmadik helyet az év végén is sikerül megtartanunk. Erdős Zoltán tavaly nyáron 2,5 év után tért vissza Nyíregyházára. Az ősszel 48 gólt szerző, 25 esztendős irányító átlövő teljesítményére nem lehetett panasz a bajnokság első felében. Saját magaméval úgymond meg vagyok elégedve, a csapatéval még inkább. Azt, amit kitűztünk célul, hogy 3. és 6. helyen valahol a kettő között érjünk a végén finishbe. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk, hiszen 3. helyen állunk. Nem volt nehéz dolgom a beilleszkedésnél, hiszen itt játszottam, itt nevelkedtem ennél az egyesületnél. Nagyjából olyan sok új arc nem érkezett addig, amíg én távol voltam, szóval ezzel nem vel gond, inkább a játéknak a ritmusát kellett egy kicsit más volt Nyírbátorba, arra kellett átállnom, és úgy érzem, hogy a szezon, vagy az őszi szezon második felében sikerült jobban, jobb teljesítmény nyújtanom. A nyíregyházi csapat a jövő héten már felkészülési meccset játszik, a tervezett programban 6-7 találkozó szerepel. Erdőség utaznak Békésre, fogadják az Ózdot, és részt vesznek a Tiszavasvári által szervezett tornán. A tavaszi bajnoki nyitánya február 12-én a Török-Szent Miklósi Székás otthonában lép pályára az NKC.